Hello mindenkinek! Ez itt a Binding of Isaac Hun csatorna, és mivel nagy rajongója vagyok az előbb említett játéknak, és van egy rahetli videóm előre elkészítve, ezért úgy gondoltam, feltöltögetem őket, hát ha érdekel valakit. Mivel akkor, amikor ezeket a videókat felvettem, nem kommentáltam az eseményeket, ezért most utólagosan fogok rábeszélni. Minden nagyobb mérföldkörről van videóm, ez az első, amikor eljutottam anya lábáig. De megvan az első Sámson, vagy első Júdásra, hanem az első Szívkillen. Szóval ezeket mind látni fogjátok. Az elején a kép ne tévesszen meg senkit, egy ismerősöm ölte le a gépemen a lábat egyszer. A mai rámban tehát megjövel fogunk menni. Itt láthatjátok, elég hosszú idő volt, amíg eljutottam a Devs 2-ig. Ennek az az oka, hogy egész kör alatt egy damage-up-ot nem fog kapni. Meg alapból is elég lassú karakter, de lássuk akkor. Itt ezek a rohadt legyek, nagyon nem kedvelem őket. Nagyszerű. Elég rossz ez a karakter, de hát mégiscsak ez esiket elsőre eljutnom a lábig. Ez azért mégiscsak valami. Rohadt zombik. Lassan itt az első boss is. Amint ezeket a sírós arcokat leöltem. Egy Holy Heart. Az még jól jöhet. Egyből Lust. Ez a hét főbömből az egyik, a nevi vágy, ha jól tudom. A legegyszerűbb ilyen kis boss, meg csak követ, nem nagyon csinál semmit. És ha még megivel is el lehet előre futni, akkor tényleg nem egy nagy kihívás. Tehát az első boss, ki nem más, mint Monstro, elég egyszerű most már. Hát akkoriban még ez is eléggé meg tud szivatni. Bár amit látjátok, egészre el tudom kerülni a támadásait. Elég kicsi a sebzés, úgyhogy el fog tartani egy darabig valószínűleg. Esetleg nagyon érdekes ez a játék, azért szeretem, mert nincs két egyformán, sosem. Minden szoba és minden tárgy, amit kapsz, teljesen véletlenszerű. És nagyon ritka, hogy ugyanazokat a tárgyakat kap meg egy rán alatt, szóval mindegyik egy kicsit más lesz. Ez egy egész jó tár. Két Soul Heart, meg egy Tears Up, meg hogy itt van a Holy Heart-om is. Majd ha tovább viszek a következő szintre, akkor egy piros szívkonténerré fog átalakulni. Hát kulcsom az nincs. Kéne egyet találni az item roomhoz. Vagyis item roomhoz. Hát ezek csak futnak előled, de nem túl offenzívek. Ott is a kulcs. Lássuk, milyen tárgyat kapunk. 10 bomba. Lehetne rosszabb is, például a kamikáze. Gyűlöm azt a tárgyat. Egy húsi, ez abba a sorba lő, vagy vonalba, ahol te is, ahonnan te is, úgyhogy elég kellemetlen elfélfelek a több van belőle. Től legyek nem nagy kihívás, bár azért elég sokszor meg tudnak fingatni, hogyha bekerítenek, vagy beszorítanak az egyik sarokba. Jó, 3 bomba és egy Soul Heart egy bombáért, ez tökre megérte. Na és itt van az apokalipszis egyik lovasra, az éhínség. Ez a leggyengébb négy közül ebben a játékban. Láthatjátok, elég kevés HP van, szóval még ha ilyen kis damage-el is ilyen sokat tudok levenni.
bár most azért ezt megszívtam. Láthatjátok, hogy hiába idéz legyeket, mert ő maga öli meg őket általában az esetek nagy részében. Most mondjuk pont nem. Ebbe is belemásztam. Meg ebbe is, na jó, most még nagyon nem voltam profi. Bár most sem vagyok az. Elég borzalmasan szoktam játszani. És olyan amatőr hibákat szoktam véteni. Innen már csak köp-köp. Innen már nem, tényleg nem nagy kihívás, már eddig se volt az. Talán ennyi életerővel. És meg is van. Megkapom az első húskockát. Ez ugye stackelődik mindig a az apokalipszis is egyik lovasra adja a következőt. Most még csak forog és megvéd a sebzésektől, de később már lő is, illetve követi az ellenfelet. Ott egy ilyen champion, az ugye mindig más színnel van jelölve, mint az eredeti. Ez mindig ad valamilyen tárgyat, vagy szívet, kulcsot, ilyesmi. Csak ez a 3-4. Haladjunk tovább, itt semmi. Szerintem mehetünk a következő szintre. Hát még elő megpróbál megtalálni a titkos szobát, ami nem jött össze elsőre, de másodikra már igen. Tehát abban pénz van, de néha tárgy is, de valamikor csak egy kis boss, mondjuk Reed. Menjünk tovább. Akkor lássuk a kéz egy. Itt már azért komolyabb ellenfelekkel is találkozhatunk, bár ezek mondjuk nem azok. Másikat megette a kocka. Vagy csak neki ment. És már csak egy van. Haladhatom a következő szobába. Pop egy dime. Az 10 pénzt ér. Centet vagy nem tudom milyen egység. Valószínűleg az, mert C betű van ráírva. Egy kulcs, ez még jó jöhet. Jó, ezek a pizsamák, kérem állatom őket. Meg a fogok, az is, az ugráló fogok. Hát ezt meg is szívtam, jó van. Lássuk, milyen tárgyat kapok. Már nagyon nem emlékszem ezekre a videókra, úgyhogy nekem is teljesen újdonság. Monstro foga, ez monstrót dobja le, hogyha eltolod az ellenfélre, és elég nagyot képes sebezni például. Előfordult olyan, hogy Chabot, ez egy ilyen kukac boss, 3 másodperccel töltem meg egy bombával, meg monstro foggal. Meg is van a videó talán, és azt is meglátjátok. Szerintem erre elhasználom a kulcsot. Úgyis van, ott egy HP upgrade. Ez jól jön. Már így is van 6, most már egy üzlet kéne az ördöggel. De hát ugye az nem lesz. Mert már elég sok damage-et elszenvedtem. Most is megint egyet. Hát ezeket a kukacokat sem szeretem. Ha egy vonalba kerülsz velük, akkor elkezdenek követni. Ilyen fénysebességgel. Tower. Az ilyen bombákat rak le. Most már tudom, akkor még nem tudtam. Mert ő véletlenül pont akkor használtam, amikor valami haszna is volt. És így elértem a láda. Boltba szerintem érdemes benézni. Hopp, az elem. Az space-en lévő itemet, vagy itemet hamarabb feltölti,
Elég hasznos kis tárgy. Na és Gördi. Jó, hát ezt azóta se kedveltem meg. Már mindig jön, mint a Gördi Junior, ami ugye követ össze-vissza. De hát ez is elég undorító egy boss. Lerak ilyen. Nem is tudom, mik ezek ilyen segítokat, ami köpköd ilyen vér csomókat. Ráadásul rohadt kevés, hogy mindig a damage-em is, ugye az is marad, mit mondtam. Úgyhogy ezzel is elveszek egy darabig, meg úgy kb. Mindennel. Rengeteg health upgrade-et kapok ugye, de hát ennek az a hátránya, hogy damage upgrade-et már nem tudok szerezni. Hát ezt bekaptam. Lassan meghal csak. Nagyon sok hátul van. Hát úgy tűnik egy kis szünetre volt szükségem. Na. Hát tényleg nem sok van hátra. De azért még leköpött a légy. Még így utólag már könnyű. Nem sok HP maradt, ez az igazság. Majdnem full, vagy fullon jöttem be. Maradt két szívem. Jó, hogy kettőt visszakapom. Akkor képsz kettő. Itt ezek is nagyon kellemetlenek tudnak lenni. Bár nem ilyen felállásban. Hanem amikor nem tud sehol a fedezékbe húzódni, akkor szinte mindig eltalálnak. Mert nem nagyon lehet elkerülni a lövéseit. Jaj, hát itt azt hiszem el leszek egy darabig, ha jól emlékszem. Sajnos megivel ezek nagyon nehezek, mert ugye nem egyből halnak meg, hanem csak ilyen kupaccal összeomolnak, és még azt is le kell lőni, hogy eltűnjenek végleg. Hát ez most látható. Akkor már föl kell, és még az kezdődik előről. Egy meghalt. Azt se én öltem meg, hanem a kocka, de mindegy. Meg lesz találkozni. Így is van. Hát ez a Yam Heart, hogy amivel ugye Maggie alapból indul, ez a Space Virus item. Ez elég hasznos tud lenni, főleg ezzel az elemmel. Elég sokszor megmentheti a seggünket. Ezek a légkötő fejek. Ez a baj, mindig elfutnak és elég sok lövést kibírnak, legalábbis főleg ilyen gyenge lövésekből. És mindig ide köhögnek egy újabb adag legyet. De azért meg lett végül. Hát ez nem kellett ma már föl. Már ilyenkor jók. Mondjuk ez egy champion belőle. Ez eltalál az egész szívet vesz, nem csak egy fele. Ott is egy ládát, egy fél színport. Na, meginti. Most több a zombik. Brains! Na, el is kapott az egy. Bevédik egymást, nem tudom, elég nehezen bántam el velük, mert ez még néha most is gondot okoz. Most már talán... Na hát... Talán bombát kéne használni, vagy nem tudom. Na... Pont úgy föl kell, nem tudom lelőni azt, ami össze már esett. Egy megvan. Most
Már leraktam a bombát, csak én magam lőttem el tőlük könnyeimmel. Úgyhogy nem volt egy okos megoldás. És már nekem is kezd valószínűleg elegem lenni belőle. Kezdett. Na, ez egy húzás volt. És egy Soul Heart. Ez is jó. Meg egy rakott pénz. Ezt a ládát valószínűleg nem fogom kinyitni, mert kell a kulcs az item roomhoz. Na, megint ilyen ugráló pizsamák. Hoppa, megégettem magam. Persze, ha ő ég meg, akkor csak erősebb lesz tőle. Ilyen fekete lesz és lángol, és sokkal több sebzés bír ki. De azért meghalsz. Két ládája valószínűleg felhasználok egy bombát, így is van. Ezt most sem tenném máshogy. Ó, ez teljesen megérte. Végül is. Megkaptam egy kulcsot, és ezt ki tudtam nyitni, bár tulajdonképpen csak egy pénzt szereztem belőle. Bár a szívek később még jól jöhetnek. Menjünk az item roomhoz. Remélem most már valami értelmeset fogok kapni, jól lenne látni. Mondom, tökre nem emlékszem már, úgyhogy voltak elég régi videók. Meg elég sok is van. Sajnos viszont a netem elég lassú, úgyhogy töltögetem olyan ütemben fel őket, ahogy csak bírom csak. De azért napi 1-2-nél több nem nagyon várható. Meg hát ugye annak fényében fogom folytatni és olyan ütembe tölteni, amilyen lesz az érdeklődés. Szóval ilyen 5-10 néző esetén valószínűleg elég hamarabban fogom hagyni. De megfelelő számú érdeklődő esetén folytatni fogom őket, és nem csak az előre felvetteket fogom ugye felrakni, hanem úgymond real time is fogom kommentálni egy-egy menetet. Ez még majd elválik. Hát közben benéztem egy damage-et. Pedig már majdnem megvolt a szoba enélkül. Na mindegy, haladjunk tovább. Ja, Istenem. Nyomorult zombik. Jaj, megöljetek meg. Most szerencsére csak 3 van és egy már halott is. 2, és megvan. Szuper. Most nem csesztem el annyi időt itt, mint az előző ilyen típusú szobában. Ezeket a rohadt fejeket is gyűlölöm azóta is, főleg, hogy 4 sarokban vannak. Nehéz kerülgetni a köpéseiket, vagy nem tudom mik ezek. Ezt mondjuk nem tudom, hogy látnak, mert csak 2 szem üreg tátom felé. Hát ők tudják. És szemgödör. Ez talán ez a hivatalos megmérzése. Na, ez viszont egy jó cucc lenne, ha nem lenne ilyen sok piros szív konténerem. Ugye ez azt csinál, hogyha fél piros szívre ütnek le, akkor szobánként egyszer ad egy Soul Heartot. Későbbieknek ennek nagyon nagy hasznát fogom venni. Például majd Júdással, akinek ugye alapból csak egy piros szíve van. Azzal ez gyakran életmentő lehet, amíg meg nem izmosodsz egy kicsit. Akkor nézzük meg a boss-t. Jaj, píp! Na ezt még ha lehet, még görbénysőben utálom azóta is. Nem változott semmit. Egy komoly kis ellenfél. Elég sok mindent csinál, ugrál, spriccol, meg így maga alá húgyozik, meg majd 2/3 HP-nál vagyis most elengedi az egyik szemét, 1/3 a másikat is, az is sebez, hogyha hozzád ér. Van ennek a sárga változata, annak alapból
az alapból elereszti mind a két szemét. Azt hiszem arról is van videóm, mert minden ránt fölveszek szinte. Na, be is nyertem. Már elég sokáig kihúztam bekapott sebzés nélkül. Ezt most se csinálnám sokkal jobban. Na, ezt most mondjuk lehet, talán igen. Szerencsére elég sok HP-n van, úgyhogy valószínűleg nem nagyon izgultam itt még. Nincs is miért. Lassan megdöblik ez is. Nagyon lassan. Tehát ugye látjátok, ahhoz képest, hogy csak anya lábaig jutottam el, ez elég hosszúra sikerült videó. Még egy HP-ja, mindig is alig volt. Szóval látjátok, csak ilyeneket kapok, semmi damage upgrade, most már pedig jobban örültem volna neki, már az előző szinten is. Mert az oké, hogy van már 7 piros szív konténerem, ami nagyon jó, ellesleg, elég ritka az ilyen. Főleg, ha csak a szívig mész. Kis boss. Megint a hét függő az egyik, és le is talált. Na úgy szerintem Blast után ez második legkönnyebb, úgyhogy ezekkel szerencsés voltam. Grillet például ki nem állhatom, most azzal találkozom a leggyakrabban. Hopsz, ezt meg benéztem, mert ugye az boltokban jelenik meg időnként. Ahol azért elég gyakran benéz az ember. Van meg ugye Wrath, harag, az ilyen, ez tulajdonképpen egy bomber, nem? Na és mi ez? Még egy HP-ja, alig volt. Már van 8, hát szerintem se az előtt, se az után volt egy sem. Hát ezt a kártyát meg fogalmasokat, hogy mit csinál. Most már tudom. Legvégső esetben szabad csak használni, mert saját anyámat idézem meg, aki gyűlöl és meg akar ölni. Na, itt is benéztem már jó pár damage-et. Bár itt most ezek pont úgy gurulnak, hogy egy olyan hely sincs, ahol ne járnának. Azért legtöbb ilyen szobában, amikor ilyenek vannak, mindig van egy olyan kis hely, ahol egyik se ér el, és onnan le lehet őket szedni. Úgyhogy ez kicsit szerencsétlen felosztás volt így. Hát egy... hát ez teljesen jól megérte. Kulcsom az nincsen. Ha lenne, se itt használnám föl, hanem inkább az item roomra, szerintem. Hát ezeket is gyűlölöm. Azóta is. Bár ez még a könnyebbik. Van olyan, aminek az agya helyén egy ilyen Isaac fej van, az... elkezd követni, hogyha meglát. Teljesen bezsong tőled. Na. Ezeket ugye szemből nem lehet sebezni, csak hogyha hátulról találod el, vagy oldalról. Úgy tudom, az eredeti játékban, mármint amikor eredetire bekerültek, akkor sebződtek, a hátulról találtad el őket, most már oldalról is egy ideje. Én viszont mindenhonnan sebződök, és most már elég sokszor. Megint jól van. Ebben valószínűleg már sokkal jobban csinálnám. Hát elég sok. Sokat fejlődtem ezóta. Hál' Isten. Jó, hát mondom, nem vagyok egy profi játékos, de már olyan 7-8 save killen van. Abból legalább 5-öt felvettem, úgyhogy abból meg legalább 3-4-et fel is fogok tölteni. Terveim szerint. Van egy kettő. Egész jóra sikeredett. Nagyon OP-ra sikerült a karakter. Persze, hát ugye kell skill-e ez a játékhoz, de azért nagyon sok múlik a szerencsén is, milyen tárgyakat kapsz. Vannak teljesen használott tárgyak. Elég sok. De ugye a kamikaze, amit már említettem.
meg hát meg elég sok van. A olive water-t sem nagyon szeretem, meg azt a citromot se. Annak kb. Ugyanaz a lényege, csak az egyiket te irányítod. A citrom előtt talán az annyiból jó. Na, ez most jól jött. Még mindig nagyon kéne egy kulcs. Az item roomhoz. Egy kis Larry Junior. Ez is egy boss mellesleg. Amit a basementen kaphatsz meg, talán a kézben is. Szerintem előbb meg fogom, így van, meg fogom csinálni a floornak a többi részét. Na, megvan a secret room is. Csak egy gép van, nem tudom. Eljátszogatok vele, így van. Átkapok egy kulcsot. A szívsoros. Arra pont szükségem van. Sajnos meginek semmilyen extra szerencséje nincs, mondjuk kéjének. Eddig nem is kaptam. Egy soul heart, ez viszont nagyon jó. Egy ilyen géptől. Bomba, az se rossz. Meg még egy szép. Na, egész megérte ide, ezzel játszogatni. Na, meg egy pushpin. Amit azóta se tudom mire jó, de semminél biztos többet ad. Ez a Katrinkedekkel amúgy sem vagyok nagyon tisztább, például a Missing Page, meg a többi, hogy mire jó. Egész pontosan. Itt ugye a nevéből tudok következtetni. De hogy pontosan mit ad azt a Trinkedek 90%-ánál. Nem tudom, a trinket ugye az, amit ott a bal felső sarokban a térkép alatt jelenít meg, amiből alap esetben csak egy lehet nálad egyszerre. Vagy hogyha megszerzed a nyereti küvjét, ez is egy tárgy, akkor kettő. Itt közben el vagyok ezekkel a repkerő óriás piros legyekkel, meg a két gólemmel itt, vagy nem tudom mi ez itt. Most legyek. Hát ezt azóta is így ölöm, körözgetek körülöttük, sose találnak el így. Hogy sok légy van egy helyen. Na, végre egy kulcs. Erre vártunk. Erre várt mindenki, így van. Na. Például ez sem egy olyan terem, ahol valahol meg tudnál úgy állni, hogy ne találjanak el, vagy igen? De mint hogyha itt a jobb és bal szélen lenne egy sáv, ahol pont nem jár egyik agy se. Szóval ez az átlagot erősíti, mert a legtöbb szoba ilyen, amikor csak ilyen agyok gurulnak mindenfelé. Vagy belek. Inkább, ez hogy ez a... Az, ami vércsikot hagy maga után, és ami belemész, akkor fáj. Ez az áldozati szoba. Mondjuk ennyi szívvel lehet, hogy most már bepróbálnám a szoba többi egész jó tárgyakat. Bár legtöbbször semmit. És amikor tárgyat ad, akkor is csak egy ládát. Pláne ezért Jamhart cucca, tényleg. Akkor sőt lett volna. Na mindegy. Így van, meghalt ez is. Most csak fél hiányzott, de elhasználtam az egészet feltöltő Jamhartot, na mindegy. Elég amatőr voltam itt még, na, az az igazság. Ó, oh, Babylon kurvája. Hát ez most nekem pont szart se ér. Mert ugye ez egy ilyen form, ami a damage-edet egész elég jelentősen megdobja, akkor amikor fél piros szíved van. De hát ez 8-ról esélytelen, hogy fél legyen egy darabig. Ez ugye hívnek egy másik karakternek, ez az alap felszerelése az egyik. Mondjuk még így is az a leggyengébb karakter szerintem.
kettő. Össze-vissza okál, de ezt így a legegyszerűből, hogyha rákényszerítjük, hogy folyton köpködjön. Különben elkezd ugrálni, mint a rendes monstró, pontosan így. Meg idézgetni. Ilyen legyeket. Nem túl előnyös, hogyha beszorul az egyik sarokba. Mert így nem tudod megkerülni és átmenni a másik oldalra. Bár látható, hogy amikor átmegyek, sem mindig tudom elkerülni a sebzést, főleg még ilyen koromban, amikor még ilyen kis kezdőmetőr voltam. Mondjuk ez, lássuk be, nem egy szerencsés rám, mert tényleg a damage-em az ott van, szóval a basement kettőkese lenne elég. És meg így is eljutok a lábáig, úgyhogy korábban sose. Oh, tears down, kösze semmit. Cool health, na ez már jó. Ennyi piros szívnél, ez egy nagyon hasznos kis pirula. Lehet később. És Devs 2. Ez itt lesz ennek a végén ugye anyalába. Itt a fő boss. Elég kemény az a boss, nagyon sok rétű a többihez képest. Mondjuk egy ilyen The Hollow-hoz vagy Larry Jr.-hoz képest. Ugye folyton rád lépked, akkor arra kell figyelni, meg ugye a négy ajtón nyúlkál ki, meg néz ki, meg addokat idéz, mindenfélét. De ezeket azért mondom el, mert amikor oda jutok, nem lesz erre idő. Elég hamar meg fog halni. De már örültem annak is, hogy eljutottam odáig. Ops, rohadt gólem. Na, ezt például tudom, hogy ez mintha kulcsokat adna, ez a rusted key. Bizonyos esetekben, nem tudom pontosan, mikor. De marad a kuspin. Hát, ha valami damage-et ad, vagy valami, amit nem hiszem, most már. Mert ugyanolyan lassan halnak az ellenfelek, mint eddig. Itt is egy champion. Remek. Ilyen légyöklendező champion. Nem tudom, miért a legyekkel foglalkozom. Ezeket hamar le kéne ölni, és akkor nem lenne több légy. Igen, logikus minden. Az oda beszorult, jó, az meg is hal. Már csak kettő van. Champion halott, adott egy bombát. Az is beszorult, de oké. És haladhatunk tovább. Sajnos rossz fele jöttem. A boss-t kerestem, már pedig azt. Minden vágyom volt, hogy végre megláthassam anyát. Ez már így 60 die után jutottam el végre egyszer a lábig. Úgyhogy tényleg nem voltam nagyon profi, meg még most se. Nem nagyon az én játékom. Elég sok más játékon, de sokkal jobban játszom, de ezt mégis nagyon szeretem. Talán éppen azért, mert igazi kihívást nyújt. Vagy nyújtott. Meg ma nyújtani is fog, hogyha végre a szívem tovább mehetek. Mik a Cathedral-ba, Isaac-hez. Ugye ott még nem tartok, nem tudom hányszor kell leölni a szívet, hogy ilyen embrió legyen a helyén, és utána mehetsz tovább Isaac-hez. De az még biztos, hogy ott még nem járok. Meg még seholva sem voltam. Ez ugye a sátán birodalom, a pokol tulajdonképpen.
Nem teljesen vagyok benne biztos, hogy mikor lehet oda lejutni. Azt tudom, hogy ez év után megjelenik a Devil's Room. És úgy ugye már nem lehet üzletet kötni, csak egy kis csapolytól lefelé. És úgy tudom, hogy talán akkor, hogyha már legyőzted a Krampuszt korábban egy Devil's Room-ban, akkor utána mehetsz le Sheolba. De ez nem biztos, majd ennek is utána járok. Most már ideje lenne, mert elég sokszor megöltem a szívet ahhoz, hogy most már valami más kihívás után nézzek. Bár még az is elég nagy kihívás, még azért elég sokszor nem jutok el odáig. Hát itt talán kicsit túl korán toltam a full health-et, mindegy. Meg ezt még benéztem, ezt is. Champion megint. Egy ilyen brimstone-os csávó. Ja igen, a brimstone, az... Nagyon szeretem azt az itemet, az pont ilyen, mint amit ezek lőnek, ugyanígy tudsz lőni. Az egy ördögeval üzletelő során kaphatod meg. Megvan az a videó is, amikor életem először játszom brimstone-nal. Mondjuk nem lesz túl sikeres, de a szívig eljutok. Meglátjátok azt is, úgyhogy remélem, hogy sokan fogjátok követni ezt a csatornát, viszonylag sokan. Nekem a sok az már 100 ember, már sok lenne. Úgyhogy nem ilyen ezrekről vagy tízezrekről beszélek esetleg. Meglátjuk. Viszonylag úgy tudom, hogy népszerű ez a játék. Mondjuk teljes joggal. Jobb lenne, ha még többen játszanánk, mi magyarok. Binding of Isaac-et. Most kijött valami új verziója, valami lebutított grafikával, még nem próbáltam. Képeket láttam róla, meg egy-két videót, hát ez nekem jobban tetszik, ez az eredeti. Elvileg azért butították le, mert ennek elég nagy a gépigénye, viszonylag. Ahhoz képest, hogy nem egy Metro 2033 grafikája van, vagy egy Modern Warfare 3. Mondjuk én szeretem ezt a grafikát, nagyon kreatívnak találom. Úgyhogy csak az optimalizációval van baj, szerintem azért akkor a gép igény, mert tulajdonképpen nem kéne akkorának lennie. És az nem a grafikusnak a hibája. Boltba. Inkább benéznék. És greed, nagyszerű. Na ezt nem szeretem, ezt a kis boszt. Jó, hát nagyobb damage-nél nem lenne olyan probléma. De így. Pizsamákat is rakni. Még jó, hogy nem ég itt semmi, különben mind földgyúlnak. Aztán megtámadna a sok sötét bőrű pizsama. Megölöm, bár elég sok pénzt elszokottam. Ugye ha eltalál, akkor egy ilyen centet vesztesz, meg még kettő kiesik, ha jól tudom. Amiket utána visszaszedhetsz, pontosan így. Mondjuk nem demonstrálni akartam, ez teljesen véletlen. Hát a Steam Sale-nek most már semmi értelme. Ja, arra jó, hogy a boltokban minden item fel annyiba fog kerülni. Item, akarom mondani. Csak már nem sok boltot fogok látni. Amúgy sem, mert a Wumba már nincsen, az ezutáni szinten. Egy csáb jól van. Na, ezt a csábot fogom megölni 3 másodperc alatt. Egy bombával, meg monstró foggal. Egy későbbi videóban. Szokás szerint lassan megy. A kis damage-nek köszönhetően. De azért eddig elég jól állom a sorat. Jó, tök jól játszoltam róla. Jó lenne, lett volna,
megkivezetni annak a TNT-s hordónak. Elég emberes damage-et elszenvedt tőle, hogyha ott robban mellette. Ugye ennek a, ezeknek a több részből álló bosszokban az a jó, hogy sok itemmel, vagy bombával például az összes részét egyszerre lehet sebezni, és akkor nagyobb sebzés szenved el, mint egy sima. Ilyen több részből álló boss sok van. Például ez a Chubb, vagy Larry Junior, vagy Hollow, vagy van, vagy Pin, vagy Pinnek az a erősebb változata. Ilyen piros, és általában a Wumboy nevű, nem tudom mi a neve, de egyszer ma megküzdöttem vele. Meg is öltem. És arról is van videó. Úgyhogy mondom, csak ismételni tudom magam, nézzétek a videókat. Elég sok mindennel találkoztam már ebben a játékban. Mondjuk Isaac-kel még pont nem. Cathedral-ben, ami kb. Az egésznek a lényege. De azon kívül szinte mindennel. Na és itt van a Babylon Ribonca form. Ugyanis fél piros szívem vagyok. És az áldásnak köszönhetően kaptam mellé egy Soul Heart-ot. Ugye azt hiszem az első item volt, amit szereztem az első szinten. Itt van ez az Isaac fejű lovag. Amint meglát, elkezd eszeveszetten üldözni. Pontosan így. Nagyon nem kedvelem azóta se. És ezt megint benéztem. Már vannak négyen. Hárman, nekem van egy fél HP-m, úgyhogy oda kell figyelnem. Itt vagyok egy szobányira anyulábától, itt már baromira izgultam. Erre speciál kifejezetten emlékszem. De meghalt az Isaac-es is, úgyhogy már csak egy van. És megvan ez is. És most végre megláthatom anyámat. Nem sokáig fogom kibírni, mindjárt meglátjátok. Hát úgy kb. Eddig. Hoppá. Hát igen, szóval köszönöm, hogy néztétek a videót. Reményeim szerint holnap még egyet föl tudok tölteni. Hát és iratkozzatok fel, hogyha tetszett. Remélem tetszett. Még hogyha kicsit unott hangom is van most, már elég késő van este. Hogy legközelebb kicsit frissebben próbálom megkommentálni az eseményeket. Szóval, sziasztok!